Szóval, amikor már a tizedik üzenetet kaptam, megvan a jogosítványod, miért a feleséged vezet, akkor vetődött fel bennem az a kérdés, hogy megcsináljam ezt a videót. Igen, megvan a jogosítványom, 2018. december 11-én vizsgáztam, hogy miért 24 éves koromra lett meg a jogosítványom. Ez mondhatnám, hogy egyszerű, de nem az. 18 évesen kezdtem el legelsőnek dolgozni, 20 évesen már több mint 500 000 forintot kerestem. Minden hétvégén bulizni jártam, és az összes pénzemet elittam, vagy másokat hívtam meg rajta. És mindenkinek én fizettem. Drága ruhákat vettem, nagyon drága ruhákat. Volt olyan cipőm, ami többe került, mint másnak egy havi fizetése, Magyarországon egy minimálbér. Egyszer beugrott az ötlet melóból hazafelé, hogy meg akarom csinálni magamnak a jogosítványt. 20 éves voltam. Ahogy bejelentkeztem az autós iskolába, már másnapra vettem magamnak egy motort. Feketén motoroztam, és úgy voltam vele, engem úgyse fognak elkapni, nem fognak leigazoltatni a rendőrök. Másfél évig feketén motoroztam, és elkaptak, megbüntettek 450 000 forintra. Plusz el lettem tiltva 2 évig attól, hogy lerakjam a jogosítványomat. És ez engem úgymond akkor nagyon meglepett, hogy pont engem, mi engem kaptak el, mást is elkaphattak volna. Utána jött egy olyan törvény, hogy ha több mint fél éve Németországban élsz, akkor muszáj vagy, köteles vagy itt megcsinálni a jogosítványodat, mert Magyarországon nem csináltod meg. Vagyis megcsináltod ott, de hogyha itt vagy és leigazolnak, akkor úgy veszik, hogy nem érvényes az a jogosítvány, amivel te rendelkezel. Így rá voltam arra kényszerülve, hogy németül kell megcsinálnom a jogosítványomat. Tudok németül, de nem beszélek perfekt. Szóval folyékonyan tudok, de nem perfekt, értitek? Nem az, mégsem az anyanyelvem. Senki nem hitt benne, hogy meg fogom tudni csinálni a jogosítványt, és csak a családom, akiknek nagyon-nagyon szívem szeretném megköszönni. Több mint 1000 kérdést kellett megtanulni. Több mint 1000 kérdést. Azért, akinek van jogosítványa, az tudja, hogy az nem kevés. Megfogadtam magamnak, hogy nem zárom le a 2018-as évet úgy, hogy nincsen jogosítványom. 2018 elején még egy másik autós iskolába jártam, ahol eléggé lehúztak engem pénzzel, és megbuktam a kresszem. Nem is egyszer, hiszen nem volt semmi olyanom, amivel tudtam volna tanulni. Kiderült, hogy fizettem az órákat is, a vezetési órákat is, nem is jártam egyáltalán vezetni. Éreztem, hogy iskolát kell váltanom, és ahogy iskolát váltottam, itt már október 27-ét írunk. Beiratkoztam egy másik iskolába, ahol már ki is írtak engem november 14-én a kressz vizsgára. November 13-án éjszaka semmit nem aludtam, mert nagyon-nagyon betegek voltak a gyerekek mind a kettő, és egész éjszaka fel voltam velük. Körülbelül egy másfél órát aludtam, vagy egy fél órát. És a fél óra után fel is keltem, mert olyan a stressz is rajtam volt természetesen, hogy mennem kell vizsgára, németül kell csinálnom az egészet. Bevettem egy koffein gyógyszert. Ez bármelyik patikába tudtok venni, azért, hogy hát nem kávét iszt, ez olyan, mint beveszel egy koffein gyógyszert, és olyan, mintha meginnál 4 kávét. Én bevettem egy koffein gyógyszert, hogy ne aludjak el, és úgy indultam el a vizsgára. 15 ember volt, abból a 15 emberből egyre egy volt külföldi, én az összes német. És nulla hiba ponttal sikerült teljesítenem a keresztvizsgámat, mikor kijöttem, elsírtam magam, és kiabáltam, hogy megcsináltam, megcsinálta. December 11, sikeres forgalmi vizsga, a kezembe adták a jogosítványomat. És ugye ebből mi a tanulság? Ne vezessetek soha jogosítvány nélkül, plusz mindent meg tudtok csinálni. Én is megcsináltam, senki nem hitt bennem, egyedül a családom. A barátaim is azt mondták, Milán, neked nem fog sikerülni, ismerősök, Milán, neked nem fog sikerülni, németül van, próbáld meg Magyarországon valahogy megcsinálni. Azért több mint 1000 kérdés is németül, szakszava. Tele van a kereszt kérdésekkel, nem olyan egyszerű. Én mégis megcsináltam. Szóval ebből az a tanulság, hogyha én meg tudtam valamit csinálni, a saját akaratomnál fogva, amit elterveztem magamnak, akkor te is ugyanúgy meg fogod tudni csinálni, és mindent valóra tudsz váltani. Szóval azért csináltam nektek meg ezt a videót, hiszen nagyon sokan érdeklődtetek az iránt, hogy megvan a jogosítványom, amire most remélem, hogy választ tudtam nektek adni,
és arra is választ tudtam adni, hogy miért 24 évesen lett meg. Soha, de soha nem tartoztam a jó fiúk közé. Én tényleg ez az utcai csibész gyerek voltam, hiszen Ózdon nőttem fel, aki ismer, azt tudja, hogy milyen voltam, mikbe voltam benne. Változtattam az életemen, az életmódomon, most már nem vagyok olyan emberekkel körülvéve, akik engem hátráltatnak, vagy pedig nem hagyják, hogy elérem a céljaimat. Szóval te is meg tudsz csinálni mindent. Remélem, hogy tetszett ez a videó. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok, Milán voltam, arrivederci!